Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Úgy mesélik, hogyha egy év véget ér, és kezdődik egy új év, 12 napon keresztül a szellemek uralkodnak. Vannak jó szellemek, de vannak rossz szellemek is. Ilyenkor éjfél előtt minden nap kívánhatunk valamit, mert ez a kívánság megvalósul. Azon kívül minden nap kihat egy hónapra. És az azt jelenti, december 25-e kihat most a január hónapra. December 26-a február hónapra, december 27-e márciusra, december 28-a áprilisra, és így tovább. A mai nap, tehát január 1-e kihat augusztus hónapra. Ahogy most így átéljük a napot, ezt az energiát átvisszük augusztusra. Azon kívül ma éjfél előtt kívánhatunk valamit, és az augusztus 17-éig megvalósul. Augusztus 17-e is alkalmas egy kívánságra ezen a napon, és kívánhatunk valamit, mert ez beteljesül. És most megtekintjük azt, hogy mi áll a középpontban, augusztusban, mire kell odafigyelni. Ezen a képen a nap látható. Az jól passzol augusztus hónaphoz, mert augusztusban az oroszlán jegyéről van szó, és a nap uralkodik az oroszlán jegye felett. Itt a mi énünk, a mi kisugárzásunk áll a középpontban. A nap jelent sikereket is, egy olyan jó kisugárzást, életerőt, életörömöt. A nap segít abban, hogy világosan lássuk a dolgokat. Valami kiderül. Az lehet egy hazugság is, és megtudjuk, hogy mi a valóság, viszont az is lehet, hogy nekünk vannak titkaink, és augusztus hónapban előfordulhat az, hogy ez napvilágra kerül. Ami még fontos lehet számunkra, az a saját energiamezőnk vagy auránk, ami belülről jön a gondolatokból és az érzelmekből. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!